Létezik az ország délnyugati csücskében, a nyugat-belső Somogyban egy magával ragadó erdős lápvidék, amelyről önök is sokat hallottak már. A hely nem más, mint Kaszó. A kaszói lápvidéken igen sok problémát okoz a víz, vagyis pontosabban a rendszertelenül jelentkező víz. Az időjárási körülmények hatására a megfogott víz hamar elpárolog, ha több vizet tudna a terület megtartani egyszerre, nagyobb időtartamot tudna kiszolgálni a csapadék. A klímaváltozás miatt változnak a régi megszokott terminusok. Régen többször esett csapadék átlagos mennyiségben, most ritkábban esik, de nagy mennyiségben. 2018-ban zárult le egy LIFE pályázat, melynek célja az volt, hogy az élőhelyeket rehabilitálják. Egy úgynevezett természetmegőrzési akció végrehajtásával igyekeztek a szakemberek javítani az erdők, kisebb lápos, valamint füves területek vízellátását, a csapadék területen tartását, ezáltal stabilizálva a kedvező ökológiai állapotot. Mindezt úgy, hogy teljes mértékben figyelembe vették a területen található növény és állatfajok vegetációs időszakainak jellemzőit, így a legkevésbé zavarta életterüket. A víz visszatartási képesség növelése érdekében végrehajtott akciók eredményeit folyamatosan figyelték annak érdekében, hogy a lehető legjobb eredményt érhessék el a terület vízellátottságának javítása érdekében. A külvölgyi tavak felújítása is megtörtént. Az egyik tóból 10 000 köbméter iszap került kitermelésre, amivel a tó kapacitása növekedett, valamint a két tó közötti gát került megerősítésre. A meglévő két külvölgyi tótól északra újabb két tó létesült, völgyzárógát megépítésével. A víztározók megépülése és megújulása hozzájárulhat a kaszói erdők egészségi állapotának javításához. Ha elkezd száradni a fa, akkor a kártevők, kórokozók könnyebben megtámadják, mert a természetes védekező képessége romlik. Ezt szeretnék megakadályozni, és talán időben tudtak lépni ennek érdekében. A cél az volt, hogy a jelenlegi fiatal erdők már megfelelő vízellátás mellett fejlődjenek, és a mostani állapotok szebb képet mutassanak.